Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! A média apostolok mai szentmiséjét hálaadó énekkel kezdjük a 220-as Hozsanna ének első verszakával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ima közösségben vagyunk, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templom hívő közössége és média apostolaink, az Apostol TV kedves nézői, akik szolgálatunk által bekapcsolódnak a Szent Mise ünneplésébe, mindnyájatokat nagy szeretettel köszöntelek, és ide teszem az oltárra felajánlva mindnyájatok ima szándékait, különösen a média apostolok Szent Miséjén testvéreink kérését és hálaadását. Most arra gondoltunk a Szent Mise bevonulási énekével, hogy a hálaadás sokszor meg kell, hogy előzze a kéréseket, mert mindig van okunk hálát adni, így tehát most elsősorban a hálaadó ima szándékokat tesszük ide az eukarisztia, vagyis a nagy hálaadás asztalára, és természetesen kérő imánkkal és engesztelésünkkel a Jóisten kegyelmét kérjük. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet,
hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus Krisztus mindörökre üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan, fedhetetlen és bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be engesztelő áldozatot, és azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor önmagát feláldozta. A mózesi törvény gyarló embereket rendelt főpappá. Az Úrnak esküvel megerősítette szava, azonban, amely később hangzott el, mint a törvény, magát az örökre tökéletes fiút tette meg főpappá. Az elmondott dolgoknak ez a lényege. Olyan főpapunk van, aki Isten trónjának jobbján ül a mennyben, szolgálatot teljesít a személyben, szentélyben, abban az igaz szent sátorban, amelyet az Úr emelt, és nem ember. Minden főpap arra van rendelve, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be. Ezért szükséges, hogy neki is legyen áldozati adománya, amelyet bemutat. Ha a földön élne, nem is volna pap, hiszen vannak itt olyanok, akik a mózesi törvény szerint áldozatot mutatnak be. Ezek azonban csak a mennyei szentély előképénél és árnyékánál szolgálnak, annak az utasításnak megfelelően, amelyet Mózestől kapott, amikor hozzálátott a szent sátor elkészítéséhez. Az Úr ugyanis ezt mondta neki, ügyelj arra, hogy minden aszerint, a minta szerint készüljön, ahogyan a hegyen mutattam neked. Jézus annyival kiváló papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű és tökéletesebb ígéreten alapul az a szövetség, amelynek ő a követője. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából, sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából, meg a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse.
Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak. Te vagy az Isten fia. Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Jézus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, Jézus szigorúan meghagyja környezetében, a csodák láttán, kiváltképpen a meggyógyultak körében, hogy ne híreszteljék azt, hogy ő a Messiás, pedig még a gonosz lelkek is megvallják azt, hogy te vagy az Isten fia. Nem a népszerűségre törekszik a megváltó, hanem a hit ébresztésére, és az ő követőinek személyes meggyőződésből kell vállalkozniuk arra, hogy kövessék a Mestert, hogy a megváltó nyomába lépjenek. Nem a tömeg szellem kell, hogy vonzza az embereket Jézushoz, ahogyan ma is ez megmutatkozik, és mindenkor emberének életében vagy a társadalmi életben a tömegvonzás, a tömegszellem az nagy hatással van az egyénekre. Sokszor azért csinálunk valamit, mert mások is azt csinálják, vagy azt gondoljuk, hogy valamit sokak követnek, sokan érdeklődnek valami iránt, akkor azt kell követni. Hát a mai reklámos világban ez még inkább igaz, amikor a felkínált termékeknek megszerzésére is éppen a tömegszellem által és a tömegtájékoztató eszközök révén ezek megszerzésére az emberek vágyat éreznek és követik a kínálatot. Jézus nem akarta ezt, ne híreszteljék azt, hogy ő a Messiás. Mindenkinek meg kell küzdenie a hitéért, és ebben a hitben szerepel az a meggyőződés, immár a keresztény közösség részéről, a Krisztus követők, vagyis a krisztusiak, a keresztények részéről ez a meggyőződés szerepel, hogy nekünk olyan főpapunk van, aki együtt érez velünk, ugyanakkor olyan égi segítségünk és közbenjárónk van, aki ott van az Atya jobbján. Nekünk már ezt az örök főpapot kell megvallanunk és követnünk, aki beteljesítette egyszer s mindenkorra a rábízott küldetést, és önmagát feláldozta a kereszt oltárán, és ezzel az áldozati testével tért vissza az Atyához a mennybe. Amikor azt mondjuk az eukarisztia ünnepléséről, hogy megújuló áldozat, és megjelenítjük Krisztus áldozatát, az éppen azért lehetséges, mert Jézus önátadása, az értünk vállalt áldozata örök érvényű, és azt is hozzá kell tennünk egy kicsit logikusan gondolkodva, hogy a feltámadott testén ott maradtak a sebb helyek, hiszen Tamás apostol megérinthette azokat, és nyilvánvalóan így módon a megdicsült és a sebb helyeit hordozó testével emelkedik fel a mennybe, és a hitvallásunk szerint ott ül az Atyának jobbján, vagyis az áldozati testével, amit az Atya megdicsőített, és amit örök időkre elfogad ajándékként, áldozatként, és ezért mondjuk a zsidókhoz írt levéllel együtt, hogy a mi örök főpapunk ott van, és képviseli a mi áldozatunkat.
Így tehát nem valami népszerűség késztet arra bennünket, hogy Jézus követői legyünk, hanem ez a hit, hogy ő az, aki emberi fáradozásainkat, áldozatainkat képviseli, és oda teszi a mennyei Atya elé. Most is, amikor a Szentmisét bemutatjuk, megjelenítjük ezt az áldozatot, és Jézus oda teszi azt az Isten színe elé, ami egyéni felajánlásainkat és áldozatainkat is, ma pedig kiváltképpen a média apostolok ima szándékait. Most nem az első kánont fogjuk imádkozni a mai Szentmisében, de jól tudjuk, hogy ennek az imának fontos része, amikor kérjük az eukarisztikus imában, a római kánonban azt, hogy szent angyaloddal vitesd áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, akkor a mi megváltó angyalunkra, a Krisztus Angelosra gondolunk, vagyis Jézusra, aki képviseli az égi oltáron a mi evilági földi felajánlásainkat. Így kell Krisztus követővé lennünk, hogy ezt az Istennel való szoros és élő kapcsolatot éljük meg mindnyájan tudatosan, mert a hit nem a külső jelekre épül, nem a csodavárásnak eredménye, hogyha valami rendkívüli dolgot láthatunk. Ezek megerősítik a hitünket, de a személyes elkötelezettségünk, Krisztushoz kapcsolódó szándékunk, ez az, ami a hitünket megalapozza. Ma is ebben a hitben kívánunk megerősödni, és a Szentmise áldozata adja meg nekünk azt a tudatot és azt az örömet, hogy áldozatunkat Jézus képviseli a mennyben, így minden emberi fáradozásunk, munkánk és imánk, imaszándékunk általa kedves lehet a mennyei Atya előtt. Amen. Testvéreim, az Új Szövetség papsága Krisztus örök főpapságából részesül. Papjaink és főpapjaink életszentségéért imádkozzunk közösen. Növeld, Urunk, hitünket, hogy lelkipásztorainkban Krisztus helyetteseit lássuk. Kérjük téged, hallgassunk minket. Szítsd föl szeretetünket, hogy őszintén segítsük az Új Szövetség papjait hivatásuk teljesítésében. Kérjük téged, hallgassunk minket. Nyisd meg az ige hirdetők ajkát, hogy tévedés nélkül közvetítsék az örök élet igéit. Teremts belénk készséges szívet, hogy mindig engedelmeskedjünk lelki vezetőinknek. Add, Urunk, hogy hitünk álhatatos megvallása szent színed látására vezessen minket. Fogadd el, Urunk, a mai Szentmisében média apostolaink hálaadását, kéréseit, ima szándékait, amelyeket oltárodra helyezünk. Kérjük, hallgassunk minket! Mennyei Atyánk, örök szeretetedben megtestesült szent fiadat rendelted örök főpappá, és jóságodban az ő papságából részesítetted az Új Szövetség papjait. Kérünk ad, hogy a helyettesek a krisztusi vonásokat hordozva szentek, ártatlanok és szeplőtelenül tiszták legyenek, és bennünket egyenesen hozzád vezessenek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most pedig a 220-as ének felajánlási verszakával folytatjuk a Szentmisét. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyházára. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ezekben a misztériumokban, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy neked hálát adjunk és dicsőítsünk téged, Istenünk, mindenható Atyánk. Mindazért, amit e világban teszel, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amikor ugyanis az emberi nem megosztottságban és széthúzásban volt, olyannak ismertünk meg téged, aki a lelkeket magadhoz vonja, hogy a kiengesztelődésre készek legyenek. Szent lelked által ugyanis az emberek szívét arra indítod, hogy az ellenfelek újból párbeszédet kezdjenek, az ellenségek nyújtsanak egymásnak kezet, a népek közeledjenek egymáshoz. A te erőd műve ugyanis, Urunk, hogy a gyűlöletet legyőzi a szeretet, a bosszú enged a kegyelemnek, a széthúzás kölcsönös szeretetté válik. Ezért a mennyei seregek kórusával szüntelenül hálát adunk neked, és fenségednek a földről vég nélkül zengjük. Áldunk téged tehát, mindenható Atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét,
Irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Aládat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem érsz. Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent Atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben, Ferenc pápával, Péter püspökünkkel és segédpüspökeivel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján. Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, szent angyalaiddal, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Hadd, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagyok, hanem csak egy szóval mond, és megőrül az embertel. Kedves testvéreim, a szent áldozás közben a 110-es éneket énekeljük. Ennek rövidsége okán még folytatjuk majd a 114-es énekkel. Kedves testvéreim, szeretném most lélekben megáldoztatni média apostolainkat,
testvéreinket, akik otthonaikban vágyakoznak az Úr Jézussal való találkozásra, de szentségi módon ezt nem tudják megtenni. A közösségi ima jelezze ezt a találkozási szándékot. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, áraszt szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a szeplőtelen szűzanya oltalmát kérjük, és majd a 161-es éneket fogjuk énekelni, annak első verszakát a Szent Mise végén. Mindnyájatokra a Jóisten áldását kérem, jelenlévő testvéreimre itt Gazdagréten, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire, média apostolainkra, és továbbra is kérem azt, hogy a kérést ti is adjátok tovább, kérjétek meg barátaitokat, vagy rokonaitokat, ismerőseiteket, hogy hitbeli cselekedetként támogassák a médiaszolgálatunkat, és legalább egy mobil hívással vagy SMS küldéssel hívják fel a 13.600-as adományvonalunkat, annak 12-es mellékét az Apostol Televízió javára, hiszen az ima közösséget ezzel a média szolgálattal tudjuk fenntartani, nem csak hogy országos szinten, hanem határon túl, vagy akár még tengeren túli kapcsolatokkal. Most fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, Szent József, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, felszentelt papi kezeim kiterjesztése által, áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög